A női röplabda magyar kupa negyeddöntőjének visszavágóját előnnyel várhatta a Kaposvár ellen a kékmezes Fátum Nyíregyháza, amivel az első mérkőzésen 3-1-re győzött Hollósi László együttese, azaz két szett megnyerése már a nyírségiek továbbjutását jelentette volna. Sokáig egyik csapat sem tudott komolyabb előnyt kiharcolni az első játszmában, 10-10 után viszont sokat hibázott a Fátum, melyet kihasználva megléptek a vendégek, és a hajrá előtt már 5 ponttal vezettek, nyerte is a játékrészt 25-17-re a Kaposvár. A második játszma is nagy csatát hozott, féltávnál a Nyíregyháza állt jobban, de csak 3 pont volt az előnye, melyet gyorsan ledolgozott a Kaposvár. 23-23 után a Fátom jutott játszmalabdához, de nem sikerült értékesítenie azt. Sőt, Szipics blokkja után már a Kaposvár vezetett, de ők sem tudtak élni a lehetőséggel. A másodikkal viszont már igen, 27-25-re nyerte a játékrészt a vendéggárda és 2-0-ra vezetett. A harmadik szedben viszont 5-0-val kezdett a Nyíregyháza, Varga Eliza egymás után szerezte a pontokat, de 22-21-nél 1 pontra zárkozott a Kaposvár. A Fátum viszont tudott újítani, és Limareva ütése után 25-21-re nyerte a játszmát a Magyar Kupa címvédője. A negyedik felvonásban nagyon jól blokkoltak a vendégek, a nyírségieknél pedig ismét több volt a hiba. A Kaposvár végül 25-19-re nyert, ami azt jelentette, hogy 3-1-re győzött. Mivel az első mérkőzésen ugyanilyen arányban a Nyíregyháza diadalmaskodott, így aranyszett döntött a továbbjutásról. Az aranyszett nagy labdamenetekkel indult, a térfél cserénél 8-6-ra vezetett a Fátum Nyíregyháza, fordulás után is lendületben maradt a közönségétől is támogatott hazai gárda, mely végül győzött és a 4 közé jutott. Örülök, hogy a lányok sokadjára már a szívüket behozták a pályára, és tényleg az aranyjátszmát sikerült hozni. Elnézést kérek akár egy Vasastól, vagy Békés Csabával, vagy Újpest, nem tudom ki jön a másik oldalt. Nyilván nekünk is most már kijelenthetjük, lesz még egy ászberény, de nekünk ez egy kisebb fajta erőre hozott kupadöntő volt már most. A két csapat pénteken ismét találkozik, de már bajnoki mérkőzésen.